Sziasztok! A mai részben egy olyan koktélt fogok nektek megmutatni, amit ti is nagyon könnyedén át tudtok otthon készíteni, és minden egyes alapanyagot nagyon egyszerűen be tudtok szerezni bármelyik boltból, és ami nagyon fontos, hogy nem kell nagyon mélyen a zsebetekbe nyúlni, hogy beszerezzétek azokat. Az ital, amit készíteni fogok nektek, azt úgy hívják, hogy grog, és ennek a forró változatát fogjuk megcsinálni. Maga az ital egészen a 18. századig vezethető vissza, amikor is a tengerészek fejadakként rumot kaptak. És az lett volna a dolguk, hogy ezt a rumot igazából összekeverjék vízzel, és ezzel úgymond fertőtlenítsék azt. Viszont voltak leleményesebb tengerészek, akik félretették ezt a rumadagot, és egyszer csak megitták ugye egyszerre, aminek hatására ugye el tudjátok képzelni, eléggé a fejükbe szállt ez az alkohol, nagyon berúgtak, és nagyon veszélyes volt ilyen állapotban dolgozni ugye ezeken a hajókon. Volt egy admirális, akit úgy hívtak, hogy Edward Vernon, és ő volt az, aki megszabta, hogy pontosan mekkora mértékegységben mennyi fejadagot kapjanak a tengerészek, és ez az eredeti verzió alapján 4 rész vízhez adott 1 rész rumot. Nagyon fontos kiemelni, hogy az a rum, ami akkor volt, azért eléggé magasabb volt alkoholtartalomra, mint a mostani rumok, ezért az ital, amit most készíteni fogunk, amúgy nem ezt a 4-1-es arányt fogja követni, hanem inkább egy 2-1-es arányt, de mindenki az ízlése szerint tudja majd megcsinálni. De nézzük meg, hogy pontosan mire is van szükségünk ahhoz, hogy ezt a koktélt elkészítsük. Nagyon egyszerű, a legfontosabb dolog, ami kell, az ugye egy nagyon jó minőségű rum lesz. Én most a Bacardinak a Spice, a fűszeres rumját használom, amiben olyan ízjegyek találhatóak meg, mint a fahéj, a vanília, a szegfűszeg. És ebből egy párat kiválogattam itt. Ugye itt van nekünk szegfűszegünk, gyömbérünk és fahéjunk, illetve benéztem itt a szekrénybe, és találtam egy gyümölcs teát, ami még fog adni egy extra ízt. Igazából itt bármilyen teát is használhattok, vagy akár csak simán forró vizet, amit mi most csinálni fogunk, az, hogy összefőzzük ezeket az elemeket vízzel, készítünk egy teát, adunk hozzá ugye szegfűszeget, gyömbért és fahéjat, és egy kicsi mézzel fogjuk ezt édesíteni. Majd miután elkészült a teánk, ráöntjük a csodálatos rumunkra, és egy kis citrussal beállítjuk az egészet. Tehát első lépésként ki fogok mérni nagyjából fél liter vizet, vagyis nem nagyjából, hanem pontosan. Adjunk hozzá szegfűszeget, fahéjat, 4 szelet gyömbért, egy fél citromnak a héját, 4 bárkanálnyi mézet, végül pedig egy kis gyümölcs teát. Te a mixünket nem fogom felforralni, hanem forralás közeli állapotban tartom. Lényegében így fogom 5-10 percen keresztül főzni. Ez azért fontos, hogyha felforralódna a víz, akkor igazából túl sok keserű íz jön neki mondjuk a citromhéjből, meg a teát is elronthatnánk vele. Időközben én leszűrtem a tea mixemet, már nincs más dolgunk, mint citromot facsarni, nyugodtan használjuk azt a citromot, amikről leszedtük a héját, ne pazaroljunk. Ahogy már mondtam nektek, én egy ilyen 2-1-es arányban kevertem össze a rumot a tea mixemmel, és nagyjából 1 cent citromot adtam hozzá. Természetesen ízlésetek szerint állítsátok be a dolgokat, illetve hogyha nem lenne elég édes számotokra, akkor bármikor lehet még több mézet hozzáadni. Díszítésnek pedig használjunk fahéjat, citromot, illetve gyömbért. Nincs már igazából más dolgunk, ez a legjobb rész, csak hogy megkóstoljuk, mit készítettünk. Hihetetlenül jó, nagyon jól működnek az ízek, a rum, a tea, a citrus. Szerintem ez egy tökéletes téli ital, és pofon egyszerű elkészíteni, így bíztatlak arra titeket, hogyha esetleg erre kerülne sor otthon, akkor próbáljátok ki ezt az italt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett ez a videó, ha szeretnétek még ilyen jellegű videókat látni a jövőbe, akkor légy szíves egy like formájában ezt jelezzétek visszafelé, illetve hogyha valamilyen úton, módon még nem iratkoztatok volna fel a csatornámra, akkor itt a tökéletes alkalom, hogy ezt megtegyétek. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan folytatjuk!